Sziasztok, itt újra lesz után. Folytatjuk a Finnsmart 5. epizódját. Most következik az első pernek az első része. Tehát ebből az első perből két rész lesz. És miért a két részből? Hát a felkiáltójelek szempontjából, hogyha feszítettem felkiáltóját, a második részben visszakapom. És mert kurva hosszúak a perek. A perek szám összesen 7, pedig 3 részből áll. Úgyhogy lássunk hozzá. Tehát itt van. Rise from the Ashes Day 2 Trial Format. Tehát első per és a korábbi per. Tehát ugye a két részből, hogy korábbi per, utóbbi per. De inkább úgy nevezem, hogy első per, első rész. Február 23, 9 óra 34 perc, Nédi Bíróság. Hogy ment a nyomozás tegnap, Mr. Wright? Hogy ne aggódjak miatta, hogy bármi lesz a végkimete. El akarja fogadni a sorsát. Hiszek benned, te só. Az valami vicc. Az ügyvédnek nem kell hinni a klienseiben. A vádlottak azért vannak itt, mert valami nagyon rosszat tettek. Ezt ne felejtsd el. Több mindenben hasonlíthatsz Miához. De így különbség van de közte és közt. Közted. Te nem vagy ügyvéd. Megvédeni bizony nagyon nehéz lesz. Ez egy nagyon nehéz tárgyalás lesz. Egyrészt mert beismerte a tettét, másrészt mert nem akar elárulni nekem egy borzalmas titkot. Itt már egy fény családtag nem fog segíteni. Tehát az asszisztens egy fény családtag helyett inkább Emma Sky lesz. Tehát ő lesz velem. Február 23, 10 óra, 4-ig bíróság, 9-es tárgyalóterem. Tehát már Sedgwick lesz az ügyész. Ezt a tárgyalást Lanskai miatt kellett megnyitni. A védelem készen áll. A vád is készen áll. Egyből. Ashworth tárgyalása óta nem volt bírósága. Remélem a személyes érzéseit nem fognak közel játszani. Ő választotta azt, ami szerinte helyes. Bármit is mondanak róla. Nyitó jelentés szerint. Egy elnézhetetlen bűnt követett el Lanskai. Ezt az ügyészi irodában követte el. Van rá szemtanú is. Egy szakértői szemtanú. Tehát nem lesz könnyű, nem fél. És nem más, mint Angel Star. Hmm.
Nem láttalak valahol. Rendelték kaviár. Még régebben nem evett kaviár. Ez úgy véd a kis beszokál valami ilyen ebédet. Nézzétek, hogy reagál, amikor követel a nevet. Neki is szolgál valamivel. Nem igazán figyel az ügyészre. Na, de egészetes szerintem. Angel Star. Ne felejtsd ezt el. Az ebéd küldözgető. Ezt akartad mondani, Miss Stage? Azt akartad mondja? Jellemez nekünk az incidenst. Az ügyész még várhat. Én még nem nem fejeztem be az evést. Sies. Egy szakértő. Hogy mit jelent ez? Ja. Tehát Inches Star két évvel ezelőtt még egy különleges nyomozó volt a rendőrségnél. Vagyis detektív. Most már rájött, hogy ki az. Felkölgő királynő. Régen nem látok. Ezt a jelzi, ezt a büntényi helyszínt. Tehát két blokkra van állítva. A blokk, az az ügyészek irodája. A B-blokk pedig látogató kis klienség számára van. És ott van egy kerítés a két blokk között. Ezt adja távol a látogatókat az ügyészek helyét. És ennél a kocsinál történt a gyilkosság, állítólag. Még az a kés szúrása. És a szemtanú letartóztatta. Még az a ő. Mindent látott. Hát nem tud egyet idén a szavaival, az biztos. Igazad ugye nem igazad, tudom elfogadni az igazságot. Hát most elpusztítja lehetőséget attól, hogy legyen esélye. Ellentmondást talán. Hogy adjon bele a legrosszabbot. Ah, ne. Tudod, valahogyan tudta, hogy ez nap eljön. A barátjának küldött valamiféle ebédes dobozt. A kerítésen keresztül, amivel rácsolt, én adjuk, inkább mondjuk a kerítésnél. A kerítésen keresztül látta az ügyészvezetőnőt.
A garázsnál. Aki gés fogott a jobb kezével, és beleszúrt a Goodman melkasába. Hát nincs itt ezen kételkedni, vagy mégis. Hát most igazán el. Öre volt számára, hogy könnyed el tud taposni. Most jól kell vigyáznom, hogyan fog tiltakozni. Itt könnyen megeshet, hogy én fogok veszíteni felkiáltójelket. Hold it! Honnan tudtad? Hát tisztelte az ügyészek, nem tudom mi. Miért a bűnben. De a metódusok ronda és őrült. Ami tragédiához is vezet. Van valami az személyes dolgot az ügyészek ellen? Mert nyomozó volt. Ha nem rúgták volna ki az ügyészek, talán ő lenne az. Tehát kirúgták. Ügyészek számára félgék. Ezért azt mondták, hogy profi. Hát elég lenyűgöző. Hol lé? Ő detektív? Nem az a barát. A biztonsági őr. Sok barátod van? Ez a barát, az a barát és más barát. De azok mint pasi. Tehát az A-blokkban van a biztonsági őrszobá. A második szinten. Ahol látni az, hogy biztonsági. De ahol tovább osztani te azokat az ebédes dobozokat? A B blokkban parkolt. Tehát a B blokkban volt, amikor akkor azt nem tudom, jól lehetett a büntének. Hold it! Észrevettél valamit? Ez valamiféle megjegyzést jelenthet. Goodman, de nem volt detektív? De! Kis sajt! Úgy mégis fiatal sajt! Hát elég bonyolult a magyar szaj, az képes egy ételhordozó.
Hold it! Garázs autó. Az Edgeworth autója volt. És a kés is Edgeworth-é volt. Ugye? Persze. Mert ez furcsa, úgy. És biztos, hogy a vállótat látta. Tehát ha 30 lábnyira látta őt, teljesen biztos, hogy ő volt. De ha igazat mond, akkor beszoktuk. Hogy tartsam még magamnak ezeket a buta... ezeket a hülyeségeket a jövőben. Már elég első sem beszél. Hozott magával egy fotót is. Tehát le is fotózta a Brittany Haysnét. Tehát kamerát is tartalmazza az ebédes doboza. Először látta ezt a fotót. Hát nem akarta megmutatni az ügyésznek. A barátja a rendőrségnél is dolgozott, mint fotográfus. Ez biztos, hogy a vádlott. Na, ez fontos volt, ezért is nem siethettem a tiltakozással. Várjunk csak! Hold it! Hogy vagyunk többen. 10 cm hosszú. Egy csíkes alatt. Jobb ez a forrag számít. Hogy magához? Ryan csak. Vaja, inkább call it. És miért nem tudtam megállítani a bűntényt? Látod, hogy a kés beleszúrta. Már késő volt. Hát bizonyára. Már lerakadta a kezét.
Tehát most, hogy bizonyítékot bemutatta, tehát ez szükséges volt. Tehát a holdítok nagyon fontosak voltak. Úgyhogy itt az idő bevetni a tiltakozási módszert továbbra is. Objection! És ennek a szemtanúja volt? Látod, hogy Miss Sky leszúrta az áldozatát. Ezt a kajára megesküszi. Ez nem furcsa? Nézd ezt a fotót! Amit most mutattam meg. Azt miért nem, hogy... Miért nem fogja a kést? Most tiltakozik éppen. Egyik óvatosak a bizonyítékkal. Egynek én legyek óvatos? A leszúrás után történhetett a dolog. Biztos akkor készít az a fotó. Tiltakozom! Hogy mondhatod ezt? Fotót találtunk itten. A kabátjában. Fekete-fehér fotóval. Hát ez biztosan vér. Nem lát itt semmiféle problémát. De probléma csak te. Objection! Elmondást talál bizonyán. Ez minden. Ha kifogysz az ebédből, rendesz egy másodikat is. Probléma nem megoldva. Ah, ezek bonyolultam valami mondja, az inkább nem fordítom. Nem volt ideje megállítani. Hát, Sky hidegbérű volt, kalkulált és valamint így robot. Fájdalom nélkül ölt. Tiltakozom. Honnan tudod? A keze? Igen, kesztyű van a kezében. Hát, ha az nem volt előre kitervet, ja, hogy ez előre kitervelt volt. És de ha nem lett volna az, akkor bizonyosan nem használta volna a kesztyűt. Elkitervelt gyilkosság, súlyos bűn. Ezt adjuk hozzá a valamáshoz. Várjunk csak. Hold it! Hát ez elfogadható bizonyítéknak ezek szerint. Mert tehát minden kitervelt volt. Hát
Hát nem valami jó. Azt is tudja bizonyítani a pernek vége. Mert bizony nem volt előtítélet. Hát bizonyítékot kell mutatni, az biztos. De az egyetlen mutathatok az... OBJECTION! A kés. Tudod mi ez? Tesztelsz engem? Én evidens dobozokat adok el, ugye tudod? Ez egy kés. A kés. Mi van ez az ügye? Egy vörös autó. Egy pontos valomást követünk. Tehát kitervelte a gyilkosságot, és bizony ezért használta azt a kesztyűt. Viszont. De miért nem készítette elő a legfontosabb részt, a gyilkos fegyvert? Ez bizonyára az autónál lehetett ez a kés. Hölgyeim és uraim! Hogyha kitervez egy gyilkosságot, nem felejted el a fegyvert? Csendet! Ez... Jó, de volt. Most meg gúnyolodik. Érdekes a kohanzása van neki is. Azt hiszi, hogy... Hát ez azért mégsem fordul nyakoszka. Hát ez... Ez lyukat lőtt a előre kitervette elméletben. Tehát ő az egyet, aki látta. Tehát késsel szúrta le. De nincs más bizonyíték jelenleg. Elég ügyes, az biztos. Egy újabb vallomást kér. Szóval nem alábecsülhető az ereje. Hogyha rendelek egy pizzát, nem azt jelent, az jelenti, hogy kitevelek megölni egy a különcöt.
Hát itt van olyan, hogy again and again. Viszont ezzel van egy bökkenő. Ezt olvassátok el. Egyszer szúrás van itt a boncolás jelentésben, úgyhogy ezt kéne bemutatni. Objection! Hogy újra és újra lesz szúr. De ott nem lehet szemtanúja. Megint tesztelsz? Akkor tesztellek? Bemutatja a boncolás jelentést, hogy egy kis szúrás volt itt. Hát ez igaz. Érted, ide kezdte. Az ügyész megelőzött. Elmagyarázta azt, amit mondani akartam volna, amikor tiltakoztam. Hát még mindig. Kevesen fogadja a bíró. Tök szételeit. Én mindig azt hitte, hogy senki nem tudja összekeverni a ketchupot a bérrel. Tehát nem magyarázza a vérdő miatt, hogy miért gondolta azt, hogy kétszer lesz úrta. Egy új vallomás. Hold it. Tehát a piros sál. Tehát van neki egy piros sápja. Tehát az ügyészvezetőnő mindig szokta hordani magával azt a sálat. Tehát ezzel még fel is tudná akasztani magát. Tehát amikor a fogdában volt, akkor is rajta volt. Valami nyomot, bérnyomot találhatott a mellkasában. Tehát ez biztos, hogy egy kis szúrás volt az egész. Nem tudom, most bizonytalan valaki kicsit, miért a fotó miatt. Várjunk csak! Ez nincs is rajta! Objection! Miért mondtam volna valamit, már azonnal tiltakozott az ügyész.
Azon a fotón nem volt rajta a sáv. Tehát látjátok ezt, nincs rajta a sáv. De hogy miért? Csak igazi profil lehet nyomtalan, úgy. Bizony, már másodszor előzte meg. Amikor mondani akartam volna valamit. Valami vöröset találtott. De én most járok valami jól. A következő elméletelek a több eredményt hoz. Szóval ide mehetett a gyanúsított. Gyorsan elkapta. Elmagyarázta a jogait, és letartóztatta. És valamit említett a sáról. És ami összezavarhatta. Az ügyészetnő meg akart szökni, de Inchester erősebb volt. Támadott, mint egy kígyó, és harapott, mint egy kobra. És éppen ez így. Na, ez nem egy jó metafora. A kobra is egy kígyó. Hogy ne hosszadjam ezzel. Őt is alpásabb fégeti. Tehát az ügyész felejtőnő próbált ellenállni. Megütötte a kezét. Bizonyára rárúghatott egy olajos hordót. Gyönyörű volt, de halálos. Egy predátor, egy leopárd csaj. Várjunk csak! Várjunk csak! Ez lenne az a bizonyíték, csak nem tudom, hogy jókor használom fel. Ezt csak egy módon dejthetem ki. Hold it! Tehát ott volt egy fal is. És hat lábnyira. Hat láb magas. El akar bújni bizonyára. Természetesen dolga egy bűnözőnél. Hold it! Gyorsan?
Közel voltál a gyorsítóthoz? Tehát 30-nyira. Elküldjünk tovább. Sajnok a kocsi, ami itt lehetett, a B blokkban. Tehát itt lehetett a szemtanúja. Tehát így lehet 30 lányira. Tehát a kertés volt az útjában. De felmászott rá bizonyára. Tehát igazi atléta lehetett. De eltelik az kis időben, még ki fel tud mászni. Tehát nem lehetett annyira gyors. Csak 9 méter magas, vagy 9 láb magas volt. Hogy nem tűnt el? Hallod? Mit mondott pontosan? Tehát elmondta volna, hogyha tudná. Tehát a telefonjáról hívhatott. Készítünk többet. Tehát ez is a büntény helyszínéről volt. A memória olyan, mint egy szalmonellái. Ezt a telót akarta használni. Ami tönkrement. Tehát nem működött, így használta a sajátját. Tehát ez szükséges volt ezek szerint, tehát nem lehet volna szó sírni. Hold it. Tehát ide mehetett a gyanúsított, miután leszúrta. De működött, tehát használta a sajátját itt. De a tanú jött. És ő kertésen felmászott, és eljutott ide. Nincs a start, megállította Lalát. Megfogta a karját. Letehette a telefont, vagy bizonyára felvette. Nem tudom, hogy ez lesz az. Pálya! Nem tudom, hogy ez szükséges, de azért megpróbáljuk. Hold it! Bővebben, még próbál megszökni. Kicsit kiszabadulni a keze alól, de elfutott.
Szóval még olajhollót is rádobott. Az is a büntény helyszínén volt. Miért nem menekült a másik oldalra, hogyha menekülni akart? Az autó bejárat. Ez az, ami nem világos, hogy... hogy miért akart igazán olaj... hordókat rádobni. Ez még több rejtélyt húz létre. Próbáljunk itten. Objection! Elszemes lehet Lanskája azt mondani. De megint tiltakozik. Ő egy korábbi detektív. De hát kirúgták. De talált egy ellentmondást ebben az egészben. Nem tudja, mire beszél. A padlót kéne itt megnézni. De ha igaz ez, hogyha onnan nézte. Innen nem láthatta a gyanúsítottat. Mert ott volt a fal. Nem érted, hogy ez mit jelent? Hiszen ennél az oldalnál volt a teló. Tehát B blokkból nem láthatta. Vagy mit jelent ez? Tehát van egy hazug szava ebben a részben. Hogy mit hazudott? Azt hazudta, hogy hol látta? Hát emiatt nem kellett volna hazudnia. Tehát máshol figyelhette az... őt. Az biztos. Tehát nem a B-blokkból kellett, hogy lássa a gyanúsítottat. Tehát, hogy hol volt a szemtanú valójában? Tehát megmondom logikusan, hogy miért ide? Ez a telepontosan itt van. Mert ha innét látná, akkor nem látná a gyanúsítottat. Tehát csak itt láthatná. Persze láthatná itt is, de akkor már veszíteni felkiáltóját, úgyhogy take that! Tehát pontosan innét lehetett észrevenni. De hogy miért? Nem be az ügyben. A szemtanú nem lehetett része a
az ügyész irodának, tehát az A-blokkban nem parkolhatott. Tehát a büntét bizonyára onnét figyelhette teljes egészében. Tehát nem csak ezt a részt, hanem ezt is. Mert elvégre az 9 lábnyira van. És az is benne volt a valomásában, hogy ebédet küldött a barátjának. Hát először járt túl az a szín egy férfi, aki így gyönyörű. Nem tész. A bűnös megbűnődik. És minden megtesz azért, hogy az igazság előbújjon. Hát az nem érti, hogy Mr. May hazudott. Hát én már megmondhattam volna, hogy a biztonsági őri állomáson de láthatta a büntény. Ez nem változtatott volna semmin. Tehát az igazság még marad. Tiltakozom! Nem értek ezzel egyet. De hogyha Szentanon hazudott... Á, inkább ezt folytassuk tovább. Hát ezt jobban bizonyára nem kockáztathatta. Tehát milyen oka lehetett erre, hogy hazudjon? Arra kéne rájönni, hogy mi a különbség a kettő között? Szerintem ez. De innét is 30 lábnyira van a különbség. Hát azt nem érti, nem látja, hogy változtathat ez valamit. Objection! Az nincs a kérdésben, hogy mit látott, mit nem látott. Ami számít az az idő, hogy elérhesse a büntény helyszínét. De hogyan érhetett oda olyan gyorsan a büntény helyszínére, amikor letartóztathatta Miss Skye-t? Már megint az ebéd. Ő nem volt az egyik barátja nem volt az állomásán, szóval várt. Tehát az üveggel falas résznél lett a tanúja az esetnek. Tehát ennyi az oldalnál akart volna menni,
Sajnálatos módon az ajtó be volt zárva, és nem tudta kinyitni. Ezért indult pontosan erre felé. És így ért a B blokkba. Tehát ez egy terelő út volt. Tehát 5 perc volt, míg odaért. De ez még mit sem változott azon, hogy leszúrta. De a fotó továbbra is érvényben marad. Egy kaviár. Nem tenni kell, az biztos. Objection! Ha bűnöző volna, akkor mit csinálna 5 perc alatt? Hát elmenekülne a büntény helyszínéről. Tehát futna. De ez az idő különbözik valamit. De hát egy igazi bűnöző sem tesz ilyet. Tehát a vonalás végéhez érkezhettünk. Neki bizonyan elszenve van a vádlottal szemben, de tehát ez még nem elég az, hogy a bűnös ítéletet sikerüljön megadni. Tehát általában még nyerhettünk volna egy kis időt. Ötödik őt nem tudják elismerni szemtanúként. És be akarják rekeszteni a tárgyalást. De... Tehát van egy perdöntő bizonyítéka is. Tehát még egy bizonyítékot ki is kitervelt, ha nem tánne kudarcot vallana. Tehát nincs több kérdésünk. Még egy filmkorát ad neki, hogy meggyőzze. Még egy valómás. Nem fog csalódni, az biztos. Tehát bizonyan megemlíthette azt az 5 percet, amikor még nem nézhette a büntény színét. Tehát az áldozatnak ez a cipője volt.
Két fél típusú vér volt rajta ezen a cipőn. Az egyik az áldozati volt, a másik a vádlotti. Tehát ez a cipő bizonyítja, hiszen a vér nem válik vízi. Tehát vér volt a cipőben. Szerintem, mit jelentsen ez? Miért hallg először erre a bizonyítékról? Egyszerű, ahogy már mondtam. Az ügyészeknél nem bízik az ügyészben, de legfőképpen egy bőrben se. Tehát magától nyomozott ez ügyben. És van vértested is erről? Nem mondtam? Tehát három barátja volt a rendőrségnek. Nem tudja elfogadni azt a bizonyítékot. A bizonyítékos törvény két szabályát említi. Egyetlen bizonyíték sem mutatható a rendőrség beegyezése nélkül. Tehát ez a cipő egy illegális bizonyíték állítólag. Nagyon hevesen is volt. Tehát detektív volt ő is. Tehát ez már tesztelve volt a rendőrségnél. Tehát beleegyeztek, tehát elfogadták ezt a rendőrségen. Még máshol is elfogadható. Oké. Okay. Az utolsó keresztkét is. Hold it! Miért hazudtál az 5 percről? Bizonyára azokat az embereknél, hogy lássa az eredményt. Az 5 perces késés az semmit nem jelent. Miért nem mondtad el az igazat? Na, ne vetesse. Hát az ügyészek nem megbízhatóak. Bizonyíték hamisítás, vallomások manipulálása, törölni és manipulálni a bizonyítékokat. Mert amikor diszentikekkel harcoltok, minden trükköt be kell vetnetek a könyvben. Hamis valomás is bűntének számít. Tehát ezt is találtam. Tehát hasznossá akarta tenni magát. És márta a rendőrséget, hogy megérkezzen. Hát attól félt, hogy valaki eltörli ezt a bizonyítékot.
az ügyészvezetőnő bűnéről. Tehát ez volt a titkos fegyvere, hogyha netán kudarcot vallana. Hold it. Hogyha azt akarjuk, hogy elfogadjanak a bizonyítékot, akkor valakinek be kell egyeznie annak az elfogadásába. És analizálni is kell szakértőkkel. Tehát kétféle vérről van itt szó. Hold it! Nem mondhatod ezt biztosra, hogy az a vérteszt, az tőlük van. Tehát a vér négy típusa az A, B, O és az AB. Viszont. De hát azt nem mondhatjuk, hogy milyen fajta vértesztnek számít ez. Ez valami spekuláció talán? Tehát több millió típusú vérteszt létezhet állítólag. Tehát a több idejét volna DNS tesztet is csinálhatott volna. Hold it! Azt mondjuk, nem mindegy. Van valami probléma ezzel a cipővel? Bizony, ez van probléma. Elmondás van ebben a cipőben. Ötödik borsos alatt akarna adni nekem, de bizonyára nem bírja a meleget. Ugye forróság. Tehát mi a probléma ezzel? A válasz. Itt van ez alól. Take that! Tehát a talpon is, tehát a cipő talpán is van vér. És miféle elmódás van ebben? Várjunk csak!
Take that! A lábda enyomatnál van a probléma. Tehát mivel ez ebben vér is található, nem fújt szóval. Miért nem találta a lábda enyomatot? Tehát semmi nyomot nem találtak ezen. Tehát ez lenne az ellentmondás. Tehát egy részét látni. Objection! Tehát megtalálhatták volna azt a vérnyomot. Már utána néztek és nem találtak semmit. Csendben. Kérdés, hogy lábnyomat miért nincs? Gondolkozik ezen. De nem tudja, hogy miért. Most meg olyan, hogy így megállapancsott tiltakozásért. De már rájött valamire. Egy magyarázat lehet erre. Na ez az a rész, amire rájött egyből. Amikor megmondta azt a olajhordós dolgot. Tehát ez az olajhordó üres volt? Tehát abban az olajhordóban bizonyára víz volt. Tehát, hogy miért akarta igazán kijönteni azt az olajos hordót? Tehát egy okból öntötte ki. Hogy eltüntesse a vérnyomokat. Sajnálatos módon egy gond van ezzel. Ki lehet azt deríteni, hogy van-e ottan vérnyom? Ugyanis a vér nem válik vízzé. Tehát amikor azt végrehajtatta, akkor bizonyára kijönthette azokat az olajos hordókat, hogy eltüntesse a jeleket. Tehát ez az ügyészek speciális. Tehát törölni a bizonyítékot. Emlékszik arra, amikor elvágta magát az a kés. Tehát akkor történhetett a dolog. Sajnos ezzel már nagy gond van, ugyanis már meg akarja adni a bűnösítéletet a bíró. Már nincs ötlete az ügyvédnek, tehát tehetetlen vagyok. És mivel beismerte, ez sajnos már nem tudok, nem állok jól.
De most már az ítéletet meg akarja hozni. De vigyázzat, van egy kis gond itten. Emma hirtelen kinyitja a száját, hogy amikor azt mondja, hogy The Angel Star a ügyészek oldalánál. Ez megváltoztatja a végkimenetelt. Hazudhatott volna a vízről. Már éppen megadná a bíró a bűnös ítéletet, de... De a szemtanú megállt parancsot adott. Kislány, mit mondtál az előbb? Én? Azt mondtad, hogy az ügyészek oldalán állok? Igen. Azt mondtad, hogy a testvérem elrejtette a bizonyítékot, hogy eltörölje a vérnyomokat. Hát? Akkor adok egy másik segítséget. Még egy bizonyítékot. Szóval más bizonyítéka is van. Már elted az ítéletet. Szóval megvetést akar bevetni. Dangert ez nem érzti meg. Még ezt a bizonyítékot is rejtegette. De viszont ezzel tovább tudok jutni, ugyanis ebben van ellentmondás. Ebben hibát nem talál. Az aszfaltot kéne megnézni. Elég meleg. De tudod segíteni egy kicsit, mert kinyitotta a száját. Hát itt nem volt könnyű dolga. Viszont... Mi a lelke megszólal. Még nem dobhatom be a törő között. Szóval nézek be az aszfaltba. Hogy ne adjam fel. Meg akarná adni az ítéletet, de... Objection! Várj! Hogy nem tudom megadni az ítéletet? Nem. Egy felét, ez nem várhat. Akkor már késő lesz. Tehát van ott egy ellentmondás. De biztosan van egy, de majd később gondolkozni fog rajta. A probléma pontosan a kipufogóban van, mert ott van valami. Mert az ritka dolog, hogy legyen itt valami. Hogyha nincs benne füst, úgyhogy take that! Tehát van valami az autónk a kifogójában. Valami sálat említ most éppen. De az is az autó, meg a motorbicikli része. Hogy mi közelnek a gyilkossághoz?
Semmi. Tiltakozom. Ez már nem lesz ilyen könnyű. De már elmondtad, hogy ki miért fontos ez az ügy. Sokat mondtál a másodban. Hogy mi közelünk az egésznek az ügyhöz. A bizonyíték itt van. Take that! Valamit említett a sáról. És ez megzavarta. Tehát bizonyára ez az a sáv, amiről hallhatok. Bizonyára az a kipufogóra célzott. Hogy bizonyára ott rejtette a bizonyítékot. Na igen, akkor itt is van egy bizonyíték. Tehát ez is megválaszolhatlan. Elő is tudomást kell szerezni. Úgyhogy folytatni kell ezt a pert. Tehát azt a ruhadarabot ide kéne hozni. Tehát az ítélet még várhat, amíg az bizonyíték nem lesz meg. Ez közel volt. Tehát most 30 perc belekezdi a tárgyalást. Tehát ebédidő van. Folytatjuk. Egy ideig a következő perrel fog folytatódni, de második részben, amit úgy hívnak trial latter, vagyis egy utóbbi tárgyalás. Úgyhogy ezt most elmentem, úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámat, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitteren, és figyeljétek a weboldalon. És legközelebb majd az első per második részével fogom folytatni. Úgyhogy búcsúzom. Sziasztok!